érezted, milyen volt belőle a meccs? Úgy éreztem, hogy most sokkal jobban játszottunk, mint a görögök ellen. Volt hajtás, játék is volt néha. Úgyhogy úgy érzem, hogy most megelégedtek lehetünk egy kicsit a válogatottal. Puskás Ferenc ült a kispadon, ugye sokszor elmondták a meccs előtt is, egy élő legenda. Milyen volt? Egészen más stílusú ember, mint az eddig edzőink. Különleges. Mit jelent? Hát, hogy lelkileg nagyon jól feldobta a társaságot. Jó volt itt lenni. Ez azt jelenti, hogy most esetleg felszabadultabban játszottatok, mint az előző válogatott mérkőzéseken? Hát más típus edző, mert minden edzőmnek van valami különleges sajátossága. Hát jobb hangulatú edzés volt. És a meccs? Hát, vesztesen mindig rossz egy meccs. Gól előtt elég nagyot hibáztál, hogy láttad? Igen, az igazság, nagyon hibáztam, hiszen a taktikai értekezlen elmondták, hogy hátrafelé nem szabad játszani. Erre a hibára azt hiszem, hogy nincs mentség. Milyen volt Puskás az öltözőben? Mit mondott például fél időben? A Puskás Feribe felszabadította a játékot, kosokat gátlások nélkül próbálta, hogy játszunk. Azt hiszem, ez sikerült is, de ezekről a hibákról nem hiszem, hogy tehet, amit most például én elkövettem. Szerintem nagyon jól játszottunk ma. Neki szerencsével talán meg is verhettük volna őket. De hát... Szóval azért valamit változott a csapat, én úgy érzem. Másért nem az öcsi Bájér, aki azt hiszem nagyon jó hangulatot teremtett már a meccs előtt edzéseken. És mindenkivel volt egy bizonyítási vágy, főleg bennem volt, mert engem eddig nagyon mellőztek. Úgy érzem, nem okoztam csalódást. A csapat... Egyelőre ez van. Sajnos nem tudom mit csinálni. Most már jól játszottunk legalább, de még mindig a góllövés. Azt hiányzik. Szóval gólt kéne rúgni. Puskás megválasztásakor sokan felvetették a kérdést, hogy nem járt el már az ő kora, hogy mennyire áll közel a mai labdarúgókhoz. Hogy érezted? Én úgy érzem, hogy vannak dolgok, amiben még a régi, de én úgy érzem, hogy ő fejlődött a futballra, szóval vannak dolgok, amiket jól lát. Most így konkrétumot nem tudok éppen mondani, de nagyon sok dolog van, amit nagyon jól meglát, és amivel nagyon igaza van. Életében először ült a magyar válogatott kispadján. Milyen érzés volt? Ha milyen érzés lett egy embernek, aki 66 éve játszott a futballt, vagy trénerként, vagy nézőként ott ült a padon? Én ugyanúgy éreztem magam, mintha a fönnültem volna a tribünen. Én elvállaltam ezt a históriát, én megcsináltam, amit lehetett. Én szerettem volna, a jobb eredményt érnek el, és ez 80. percig jó is ment. Sajnos ott jött egy hiba, a szegény Balogh Tibi elvesztette a labdát, és akkor teljesen visszaesett az egész csapat. Lehetett látni, hogy a második gólnál már nem is szaladtak a játékot. Itt nincs semmi probléma, én nagyon jól éreztem magam. Egy percig nem lepett meg, hogy a meccset elvesztettük, hisz amikor ez a csapat elkezdett játszani, lehetett rajta látni a hihetetlen erőt, ami sajnos nekünk hiányzik. Lehetett látni, hogy futnak, lehetett látni a miénknél, hogy futottak. Volt nagy differencia a futásban, a gyorsaságban, a keménységben, az erősségben. Azzal együtt, hogy egy kicsit a török bíró egy kicsit félrenézett ebben ezen a meccsen, hát ez megtörténik, ez nem érdekes. Legyen az övé. Jártunk és kéne nyerni. Van-e már most valamiféle elképzelése, hogy akár személyi, akár csak koncepcióban, hogy tudnánk ott nyerni? Mert ha nem nyerünk, akkor abban a vége a VB-s előttözőnek. Hát most neked ezután a meccs után mondjam meg, hogy ki az, akit meg lehet találni? Hát hol keresem? Ezután a mérkőzés után hogyan látja? Moszkvában több légiós fog játszani, vagy csak azokat hívja az, akiket most? Hát nézze, hány légiós fog játszani, azt még nem tudom. De gondolom én azt, hogy az elmaradt 5 légiósban van 2-3 játékos, aki nagyobb képességgel rendelkezik, például mind akik ma játszottak, főleg a cserében. Tehát akkor valószínű lesz egy olyan mozgásművészet, hogy ha a játékosok akarnak jönni, mert ez nagyon fontos, megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Még akkor is hiányoznak játékosok, és hát látható, hogy az akaraterő megvan bennük. De
sok minden hiányzik. Hiányzik a futás, az ütközés, a kapura lövés, labda megszerzés, mozgás labda nélkül, hogy tudják adni a labdát egyik a másiknak. Itt ez nagyon hiányzik, amire idő kell, hogy rendbe jöjjön.